Tisztelt üdülő tulajdonosok és Szepez lakossága! Néhány fontos eseményt, illetve lezárandó projektről szeretnék beszámolni a következő egy-két percben. Elkészült a panoráma sétány. A panoráma sétány a katolikus templom bejáratától azt megkerülve tart egészen a temető hátsó feléig. Ez a körülbelül 300 méteres szakasz, gyönyörű sétaút, és ez nagyon váratott magára, ezt most átadtuk, ez elkészült. A következő a múzeum épületének megújítása, a múzeum szó, az itt most a rövidítés kedvéért mondom el, tulajdonképpen a gyűjtemények házáról van szó, amely a volt iskola épületében kerül megnyitásra a nyári hónapokban. Károly Ferenc szorgalmasan újítja a régi tárgyakat, és rendezi be már ezekben a napokban is az épületet. Miklós Tamás történész megtisztelő segítségét örömmel fogadtuk. Az ő segítségével a jövő évben már egy helytörténeti kiállítással is bővül a kis gyűjtemények háza. A régi tárgyak mellett helyet kapnak Balaton-Szepeszt híres személyiségei is. A falak régmúltat idéző táblákkal, régi térképpel bővülnek. Várjuk mindazok segítségét, akik ez a hagyományőrző munkához hozzá tudnak járulni és segíteni kívánnak. Felajánlotta segítségét Sándor András is, aki szakdolgozatát Balaton-Szepeszt helytörténetéből írta, amely nagyszerű alapul szolgálhat ez a munkához. Gőzerővel készül a könyvtár új épülete is, a múzeum mellett. A mostani ideglenes helyen nem túl méltó módon, elég szűkösen a Berta Bócsó bővülésház emeletén foglal helyet. Nyárra egy korszerű, világos, panorámás, gyönyörű kis épületet kap a könyvtár, amely alkalmas lesz kulturális összejövetelekre is. A volt gyűjtemények háza új funkciót kap. A szepezdi kötődésű művészek 2015-ben rendeztek gyönyörű kiállítást a Berta Bócsi Művédésházban. Ott festmények, kisplasztikák, textiliák voltak láthatók kb. A két hetes kiállítási idő alatt. Úgy gondoltuk, hogy többre érdemesek ezek a műalkotások, és önálló épületbe állandó kiállítást szervezünk. Szepezdi Galéria címmel fogunk nyitni május 19-én. Célegyenesbe érkezett a szepezdi buszfárok építése végre valahára. Egy heteken belül átadhatjuk a novemberre tervezett buszfárokat, három kis buszfárot. Az építés káváriája jó lecke volt számunkra, a negyedik vállalkozónál tartunk, és végül önkormányzati szervezésű befejezés következik. Amíg előttünk álló központi buszvárok megvalósításánál körültekintőbben fogunk eljárni. Terveinknek megfelelően épül a Berta Bócsú közösségi ház udvarán a falukemence. Ugye jótékonysági gyűjtést rendeztünk tavaly nyáron, gyakorlatilag az összes gasztronómiai rendezvényen befolyt pénzt erre fordítottuk, és összejött 1,5 millió forintunk. Hát ez a tervezett és a reményeinket messze meghaladó összeg volt. Ebből meg tudjuk csinálni a kemencét is, és még arra is futja, hogy mellette egy kis parhertot is építünk, arra az esetre, hogyha olyan létszámban nem jönnénk össze, hogy a kemencét érdemes egyen fölfűteni, ahol, mit tudom én, 30-50 embernek az étkezését meg lehet oldani. Tehát egy kisebb volumenű lehetőséggel is bővültünk. Megvan már a kemence avató ünnepség időpontja, kicsit bátor dolog ez, mert ugye a kemence még nem áll, de május 20-ára beterveztük, hogy avatjuk a kemencét. Ez úgy fog kinézni, hogy lesz egy kemencemester, aki a délelőtti órák folyamán tart egy kis tanfolyamot mindazoknak, akik szívesen elsajátítják a kemence sütés fortéjait. Jó magam természetesen részt veszek ezen, mert ugye magad uramban így szolgált, ne adj Isten, nem jön egy pékmester segíteni, akkor hát nekem kell ezt megoldanom. Hát úgy képzeljék el, már többször ezt el is mondtam talán, hogy az otthon megkeresztett kenyeret, süteményt, félkész ételeket lehozzák a házi asszonyok a kemencéhez.
mondjuk pénteki napokon, ott befűtjük a kemencét, és amíg sül benne az étel, addig ott kávézgatunk, borozgatunk a kemence körül. A csónakházról kell még mondanom egy-két szót, mert ott ugye megújul a csónakház területe is. Az ott lévő kis színpad, régi kis színpad, az elkerült már a helyéről, és ahelyett egy korszerű, új, nagyobb méretű színpad kerül a helyére. Ennek főleg az az oka, hogyha visszaemlékeznek, aki járnak a rendezvényekre, hogy ott a fellépők, táncosok többnyire mindig lent a színpad előtt mutatták be táncékat. Ez azt jelentette, hogy csak az első sorba ülők láthatták, akik hátrébb voltak, azokat már nem kitakarták a nézők, úgyhogy nem láthatták a gyönyörű produkciót. Ez most nem így lesz, mert egy 50 négyzetméteres színpad áll rendelkezésére a művészeknek. Hát ehhez azonban meg kellett néznünk az egész területet, és évek óta vár tulajdonképpen az a nem kellemes feladat, hogy kiszáradt fáknak az ágait meg kell nyesni, ahhoz, hogy ott balesetmentes rendezvényeket tudjunk csinálni. Szakértőket hívtunk természetesen, akik elmondták a vizsgálataikat követően, hogy ezzel nem megoldható. Tehát ahhoz, hogy ott balesetmentesen tudjunk rendezvényeket szervezni, az ki kellett vágni néhány fát. Ezt meg is tettünk. A természetet, a fákat óvni kell, csak végső esetben kivágni. Ezt a képviselőtestet is így gondolja. Az pedig, hogy melyik fa menthetetlen, azt nem mi döntjük el, hanem a szakértőkre bíztuk. Végül a kővágási jegyző szakértői véleménye alapján adta ki a kivágási engedélyt. Ennyit akartam röviden elmondani, valamint még annyit, hogy gondolom azért is szükség, hogy időről időre beszámoljak arról, hogy mit végzünk itt a faluban, mert minden munkának, a mi munkánknak is vannak helyeslői, támogatói és vannak kritikusai. Most az a helyzet, hogy ez gondolom az ember természetéből fakad, hogy a kritikának mindig nagyobb a hangja, a kritika mindig egy picikét élesebb. Aki meg van elégedve, az egy fejbiccentéssel, vagy még annyival se, hanem egy jó érzéssel nyugtázza, hogy jól működik a rendszer. Egyet mindenképpen állíthatok, és mondhatok teljes nyugodt lelkiismerettel. A képviselőtestület mindent megtesz azért, hogy itt a falu előbbre menjen, és mi se bizonyítja jobban, hogy ezek a tulajdonképpen az előbb elmondott kisebb beruházások után most jön egy óriási nagy beruházás, 300 millió kormányzati támogatást kapott a falu arra, hogy a visszalevő 4x1-es csatornázási ütemet megvalósítsa. Ennek a megvalósításnak a határideje 2017. december 31, tehát ez azt jelenti, hogy az idén a nyári hónapokat kihagyva, mert nem akarunk senkinek se belerondítani a nyaralási időszakába, tehát szeptember elején kezdenénk el a munkát, és jövő év végén kell befejezzük. A teljes támogatás olyan értelemben, még egy jó hírt szerettem volna bevezetni, de leegyszerűsítem, 100%-os támogatással készítjük a csatornát, tehát nincs lakossági önrész. Ez azt jelenti, hogy a munka végén minden egyes telekre, egy méterre a kerítéstől bekerül a csatorna csonk, és a házba, a háztartásba történő bekötést, azt már természetesen mindenkinek ki maga kell, hogy elvégezze. Kérem, hogy türelemmel viseljék ezt a munkát, hiszen óriási nagy ajándék lesz a végén, amikor átveszük a csatornát, addig biztos, hogy sok kellemetlenséggel fog járni. Mi mindent megteszünk, hogy ezt a kellemetlenséget minimalizáljuk. Még annyit hozzáteszek, hogy fölvetődött egy olyan kérdés, és még nyilván ezer kérdés fog fölvetődni, de egy olyan kérdés, ami mindenkit érint, hogy a bekötés hol történik, a telek melyik részén. Ez egy nagyon jó kérdés, mert senki, mi nem láthatunk bele a háznak a belső tereibe. Tehát nem tudhatjuk, hogy hol a vizesbak, hol a fürdőszoba. Tehát minden egyes lakóval fogunk egyeztetni
azt illetően, hogy a teleknek melyik részén kössük be a csatornát, hogy minél kevesebb rombolással tudják bekötni aztán a saját házukba a csatornát. Köszönöm a figyelmüket!